Avalonban már elérhető a Boss King Arthur, mert megszereztük a fegyvereket a lovagoktól, de megjelentek még további kihívások. Nem tudom, hogy ezeket kötelező teljesíteni, vagy mellékfeladatok, de annyi biztos, hogy akkor megnézzük, mit tudunk így extrák nélkül a király ellen tenni. A stílus az a lovag stílus lesz, és a felszerelések között meg lesz egy gyógyító potion, és aztán egy erősség növényzet. Oké, a főcímda! Ú, de jó, nagyon jó szerintem! Ja, várj, most megváltozott! Fejezzük ezt be egyszer és mindenkorra, Arthur király! Úgy tűnik ez a lovag egy kicsit fejlődött. Hát, ezt neked köszönhetem. Na nézzük akkor, milyen kart forgató lettél! Jó! Hát sajnálni fogod, hogy ezt megkérted. Na gyerünk! Ez itt az idő! Ez az a pillanat, ez az a perc, ez az a harc! Ahol meg kell mutatni, hogy milyen jó vagyunk! Bring it on! Mutasd meg, mit tud! Meg fogod bánni, hogy rám emelted a kardot. Ja, megint menekülő. Ugyanaz, mint az elején. Nem mondod. Wow. Várja. Másabb azért egy kicsit. Megfordul és szembe vele. Ott blokkolni kellene szerintem, ott az a blokkoló. Leblokkol. Még egy blokk. Közelebb kerülök hozzá. Vannak itt azért támadások. Elég közel lehet majd jutni egy idő után. Nem tudok rá homingetek vagy valami. Nem férek odáig. Itt megáll, nem tudok gyorsabban szaladni. Pedig kivédem nagyjából minden támadását. Mit lehet tenni ellene? Tényleg teljesíteni kell a mellék küldetéseket, és csak utána tudjuk. Visszatámadhatom az ő támadásit. Strike back? Hát nyomjuk akkor vissza. Mit tudunk visszahárítani? És itt homingetek helyett... homingetek helyett ez a Soul Surge van, hát azzal be tudjuk célozni, és akkor rá tudunk szerintem lépni, oda tudunk lépni, és akkor támad, túl messze volt, ja. Még egy, Mi volt? Pedig oda kerültem! Feltöltődött a Soul Surge egy bizonyos mértékig, amikor azokat a pirosakat. Lehet, hogy az lesz a mód. Mert itt a blokkolásnál igen feltöltődik egy kicsit, de sokkal többet töltődött, amikor ezeket a piros cudmókokat le lehet így győzni. És akkor lehet most nem volt jó, várja, lehet van itt valami. Ez az! Na! Teljesen legyen! Ja, csak egy sebzés volt, jó, következő. Nem hiszem! Jó! Fú, nem hiszem el! Ez a második fázis, amikor fel kellett ugorni, nehéz volt. Nem hiszitek el, hogy meddig kellett ezt az egy boss-t legyőzni, milyen hosszú a felvétel, de a lényeg, hogy akkor legyőztük Arthur királyt elvileg, akkor minden rész, ha bár azok a mellékküldetések még nem, de ettől függetlenül szerintem akkor lezáródhat a sztori. Halhatatlan vagyok, nem győzhetsz le. Most Sonic, a három szent kard. Így? Körbe lett véve. Hogy lehetséges ez? No! És csak legyőzte. Igaza volt Aimee-nek.
Jaja. Oké, okay, minden jó, ha vége. Ja, itt van a Sonic Team, aki elkészítette. Ez igen, nagyon jó ez a játék, szerintem mindenképpen jobb, mint a Secret Rings. Attól, hogy most kard van, és nem homing attack támadás, attól szerintem ugyanolyan jó kis harcos, speedes, jó zenés, izgalmas, változatos. Ez igen, azt mondom, hogy ez egy jó Sonic játék szerintem. Nem tudom, hogy hogy gondolnak a közösség róla. De ez király volt. Annyi mondjuk, hogy így Super Sonic vagy valami végén nem volt, de várj még, lehet, hogyha várjál, csak visszadob a főmenübe. Főmenübe. Ha. Az a piros, ez mindig itt van. Night's Passage. Ez várjál. Jó, szerintem itt meg kell várni, hogy mit szóltok ti.